Eltelt a második hét. Ezek a hetek, higgyétek el, szinte teljesen eseménytelenül telnek. Ígértem, hogy kipucolom a szűrőt is. Nem látszik koszosnak, a nyomás nem esett vissza, de azért egy picikét megpucolom, ha már egyszer megígértem. Amit mindenképp meg kell csinálnom most, hogy a Cecil Flórát, másnéven a kocsány nélküli ambulját meg kell metszenem. Ahogy látjátok, nagyon megnőtt. Az, hogy így beteríti a felszínt és elhajlik, teljesen eltakarja a többi növénytől a fényt, ami lássuk be nagyon nem jó. A telepítéskor valamelyik növénnyel megérkeztek az első lakók az akváriumba. Már sejthető volt, hogy valamilyen csiga beköltözött, mert az első karbantartásos videóban teljesen jól látszódott a munkásságuk a hátsó üvegen. Úgyhogy most meg is keresem őket. Eddig 2 darab piros postakürcsigát fedeztem fel. Ezek nagy valószínűséggel az én akváriumomból származnak, nagyon cukik, legyen a nevük Jancsi és Juliska. Jancsiék több színváltozatban is léteznek, van belőlük sárga, piros, kék. Ha te is ilyen csigákat szeretnél tartani, akkor fontos, hogy csak egy színváltozatot tartsál ezekből a csigákból. Ha több színváltozatot keversz, akkor a szaporulat vadas, azaz sima barna színű lesz. Szerintem minden szín nagyon jól néz ki, de mivel nekem piros volt, így maradnak a pirosak. Mivel az akváriumban sajnos van olyan növény, ami ledobta a láncot, ezt majd a csigák szépen eltakarítják, megoldják helyettem. Mindenevők. Elsősorban algákat és rothadó növényi anyagokat fogyasztanak, de a lehullott eleséget is gyorsan kipucolják az akváriumból. Ezért is borzasztó hasznosak. Azért érdemes odafigyelni a halak túlletetésére, mert hasonlóan a garnélákhoz, ha folyamatosan túlletetsz, elfelejtik mi a dolguk, és leszoknak az algáról meg a növényi törmelékről. A postakürcsigák nagyon jól szaporodnak édesvízi akváriumban. Tapasztalatom szerint megfelelő körülmények között lassabban, mint mondjuk egy hólyagcsiga. Ha nem etetsz túl, nem szutykos az akvárium vized, nem fogsz soha csiga invázióval találkozni. Most hoztam otthonról pár darabot, amit beteszek ebbe az akváriumba. Azt hinnéd, sikerült egy marokkal összeszednem, de amint láthatod, 5-6 darabnál többet a két akváriumomból nem tudtam összeszedni. Így is hiányozni fognak, mert nem szaporodik olyan mértékben, hogy gyorsan pótlódna. Hidd el, nem kell félni ezektől a csigáktól. Esetleg, ha annyit tanácsolhatok neked a csigákkal kapcsolatban, hogy vedd figyelembe, ez az akvárium méret nagyon pici. Ne rakd bele a postakürcsigánál nagyobb méretű csigákat, mert ott rombák lesznek. Gondolj bele, ha beleraksz 3 öklömi almacsigát, kitöltik az egész teret. Arra is figyelj, hogy a csigák között van olyan, ami lágyabb vizet kedveli, és van olyan, ami a keményebbet. Így, ha már 15-18 NK felett van a vizet keménysége, akkor eléggé beszűkülnek a lehetőségeid. Reggel óta apránként adagolom nekik ebből az akváriumból a vizet, hogy szépen átszokjanak. Így délután, amire végzek a karbantartással, már jó is lesz. Általában minden élőlénynek szoktam hagyni 24 órás átszokási időt. De ebben az esetben tudom, milyen az otthoni vizem, és milyen ez a víz. Így úgy ítélem meg, hogy a 6-8 óra bőven elég lesz. Soha ne dobd csak úgy az akváriumba halat, csigát, garnélát. Mindig hagyni kell nekik, hogy kicsit átszokjanak, megszokják az új vizet. A múlt heti karbantartásnál láthattátok, hogy leszedtem azt a fátyolos gombásodást a fákról. Egyelőre még nem tért vissza. Néhány ponton, amit most kamerával nem tudok megmutatni, mert eltakarnák a növények, van egy kicsi, de ez a mostani karbantartásnál teljesen el fog tűnni. A barna alga szerintem még jobban látszódik a lassan növő növények levelein. Olyan, mintha koszos lenne. De ahogy az előző videóban is elmondtam, nem kell miatta aggódni, el fog tűnni, és most már a csigák is elkezdik rágcsálni. Ezen a héten is a vízpótlás 5 liter tiszta sózatlan erró vízzel történt. Ezt azért mondom el, mert ha desztillált vízzel végzed el, akkor minden héten számolhatsz a cserevíz előkészítésén kívül, ha lágyítani kell, 5 liter desztillált vízzel. Ha ezt most a Tesco-s vízre nézem, azért mondom most a Tesco-st, mert az biztos, hogy felhasználható akváriumba, az heti 800 forint. Az pedig havi nézetben 3200 forint, és ha ezt egy évre levetíted, az 38400 forint. Ennyi költséggel minimum számolj csak a vízpótlásra. Amit én használok, aeroszűrőt, az most 29000 forint. Ezért is mondtam azt, ha rossz a csapvized és lágyítanod kell, akkor már a desztillált víz felhasználása elég költséges. Nézzük meg úgy, hogy 15 liter desztillált víz kell a vízcserés lágyításhoz. Hidd el, teljesen reális szokott lenni általában egy ekkora akváriumnál. És ehhez még plusz kell venned egy darab 5 literest külön a vízpótláshoz. Ez heti szinten 20 liter, azaz 4 darab 5 literes desztillált víz. Ez azt jelenti, hogy laza 3 hónap alatt kifizeted a rószűrő árát.
Ezzel csak azt akarom mondani, ha jó a csapvized, nem kell ágyítanod, akkor Destvízzel évente kb. 38 ezer forintot fogsz kifizetni a vízpótlásra. Ha nem vagy szerencsés, rossz a csapvized, akkor éves szinten belefuthatsz akár a 166 ezer forintba is, és akkor még nem beszéltem a járulékos dolgairól. Így ha azt nézed, azzal a 29 ezer forintos rószűrő árral olcsóbban megúszod akkor is, ha csak a párolgáspótlást kell megtenned, bár akkor meg már mi értelme van a csapvizet használni, nem de? Egyébként a rószűrőről készítettem egy részletes összefoglaló videót, érdemes majd azt is megtekintened, a linkjét azt beleteszem a leírásba. Na jó, ennyit a kalandozásról. Gyorsan leengedem a vizet, kipucolom a szűrőt, és megmutatom, hogy vágom meg az ambúliát, és erre a hétre le is tudtuk a karbantartást. A szűrő tisztítással kezdem. Előző videónkban is elmondtuk Viktorral, hogy a szűrőt ne mosd el csapvízben. Az ehem szűrőknek nagyon jók a tapadó korongjai, csak úgy mozgatni, lehúzni nem lehet. Egy késsel megpiszkálom, és könnyen lejön. A belső szűrők esetén figyelj oda, hogy gyorsan emeld ki az akváriumból, mert a kiáramló víz kimossa a szűrőből a koszt vissza az akváriumba. Ezért is rühellem egyébként a belső szűrőket. Ha több időt tölt el a szűrő az akváriumban, jobban elkoszolódik, mint ahogy most, én azt szoktam csinálni, hogy egy műanyag zacskót húzok rá, és a zacskóval együtt emelem ki az akváriumból a szűrőt. Ezzel meggátolva azt, hogy egy nagyobb mennyiségű kosz áramoljon vissza az akváriumba. Az akvárium vízével fogom teljesen eltakarítani a szűrőt. Elsőként a fedelet veszem le, hogy hozzáférjek a szivacs belsőhöz. Már elgondolkodtam azon, hogy ezt a szivacsot lehet kicserélem egy TM30-as szivacsra. Jó lenne gyorsan meggondolnom, ameddig nincs az akváriumnak terhelése, addig kellene ezt megtennem. Hups, egy potya utas, kérem szépen! Ezt a csigúzt gyorsan visszaengedem. Egy újabb pattintás és a szűrőház is lejön. Tudom, már agyba főbe dicsértem az eheim szűrőket, de basszus, szétszedésnél és összerakásnál is érzed, hogy illeszkedik, hogy úgy illeszkedik össze, ahogy kell. Mindent félreteszek, ami most nem kell, mert elsőként a szivacsot szeretném eltakarítani. Engedek egy kicsivel több vizet az akváriumból, hogy legyen miben ellögybölni. Ahogy ráengedem a vizet, már folyik is belőle ki a kosz. Egyébként pont így áramlik vissza az akváriumodba is, amikor lassabban veszed ki belőle. Ezután ebben a vízben óvatosan megnyomkodom. Nem kell túl erősen, mert nem az a cél, hogy minden koszt kimossál belőle és patyolat tiszta legyen. A szivacs maradjon szép barna. Ez már érett bacikolóniával rendelkezik, amit nem kellene teljesen kimosni belőle. Ne hagyd kiszáradni a szivacsot, mert azzal is megölöd a már érett kolóniát. Én most elmosás után visszateszem az akváriumba. Egy gyors vízcsere a lavorba, természetesen megint akváriumvízzel, és eltakarítom a szűrőházat és a burkolatokat. Ehhez ismét egy fogkefét fogok használni, amivel gyorsan körbedörgölöm az egészet, és minden járatot alaposan kipucolok. Itt található a rotor. A rotor is kivehető a szűrőházból. Négy részből áll. Maga a rotor, a tengely és a kettő darab gumibak. A rotorra nagyon vigyázz, ne ejtsed le, ne üsd oda semminek, mert a rajta lévő mágnes könnyen eltörik. A rotort, amikor csak tisztítod a szűrőt, szedd ki és tisztítsd meg, hiszen ez a szűrő lelke. Ha ez megakad valamilyen koszttól, akkor a szűrésed is teljesen leáll. A tapadókorongokat is érdemes jól megpucolnod, mert az élettartamukat hosszabbíthatod meg vele. Arra figyelj, hogy a tapadókorong szélei és a külső felülete, amivel odacuppan az üvegre, ne sérüljön meg. Kész is a tisztítás, összerakom és mehet is vissza az akváriumba, és folytatom a rutin karbantartást. Nem nagyon volt koszos ez a szűrő a két hét elteltével. Persze még nincs az akváriumnak terhelése, de szerintem havonta egyszer elég lesz pucolni. Talán arra figyelj oda, hogy a szűrőt ne a halak telepítése előtt közvetlenül tisztíts ki. Nekem is most jól jött ki, hogy most pucoltam, két hét múlva lesz a telepítés, és rá két hétre kell csak tisztítani. Így lesz egy átmeneti két hetem, amiben tud alkalmazkodni a baktérium kolónia a megnövekedett terheléshez, és nem a telepítés előtt mosok ki belőle egy nagy adagot. Na pörögjünk fel, gyors vízleszívás, üvegpucolás, utána pedig aprítsuk meg az ambúliát. Most, hogy le van engedve a víz, kényelmesebben hozzáférek. Láthattátok, mennyire gyorsan megnőtt. Egy hét alatt elérte a vízfelszínt, és a következő egy hétben már el is terült a felszínen. Kiválogatom azokat a szálakat, amik hosszabbak, és a talajtól 1-2 cm-re elvágom. Száras növény és szárosztással szaporítható. Nem szedem ki a levágott töveket, ezzel kicsit dúsítani, bokrosítani fogom. A levágott szálakat összerendezem úgy, hogy viszonylag egy méreten legyenek, és elvágom a szárat.
Ezután a szár végéről leszedem a leveleket, mivel úgyis a talajba kerül, csak berohadna, és ezt nem nagyon szeretném. Egy hosszú ültető csipesszel ráfogok a szárra, és koppanásig ledugom a talajba. A levágott tövet teljesen körbeültetem, kezdem hátulról közel az üveghez, és haladok körbe, így nem fog látszódni, hogy ott van ez a vágott tő. Ez nem olyan sok szál, nem is kell nagy helyet beültetni, így egyesével haladok vele. Azzal, hogy egyesével teszem le, sokkal biztosabb lesz, hogy jól rá tudok fogni a szárra, és nem csúszik ki a csipeszből, biztosabban lemegy a talaj aljára. Próbálok a magasságokkal játszani, minél természetesebbnek látszon. Ez sem tart sokáig, te is majd rá fogsz jönni, hogy milyen egyszerű és gyors ez a művelet, és ha nem hagyod fellőni, nem takarja el a többi növény elől a fényt, és ezzel mindig láthatod az ambulia szép, labdaszerű tetejét. Jöhettek az utolsó simítások, és mutatom is a végeredményt. Szerintem szép lett. A csigák róják a köreiket az akvában. Egyébként benne van az abszem már a popsiban, hogy leteszteljem a vizet mindenféle földi jóra, de megígértem Viktornak, hogy ezt együtt csináljuk majd meg. Ez még 2 hét. Viszont van egy tök jó hírem, hogy akkor már nem csak tesztelés lesz, hanem addigra kigondoljuk a halakat is, és elmegyek Péterhez, a Hungarian Shrimp Club alapítójához is, hogy kiválogassak valami pont ebbe illő garnélát. Úgyhogy lesznek még itt izgalmas dolgok, kérem szépen. Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, iratkozz fel a csatornára, lájkolj, diszlájkolj, kommentelj a kedved szerint, hamarosan találkozunk egy újabb szösszenetben, addig is algamentes mindenkinek.